Egy sor miniszter és államtitkár lemondását jelentette be a lengyel miniszterelnök. Újságírói források alapján a lemondások hátterében a tavaly júniusban kirobbant lehallgatási botrány állhat. Az ügy a hét elején ismét felkavarta az indulatokat az országban, miután egy vállalkozó több ezer oldalnyi nyomozati anyagot tett elérhetővé az interneten. Egy sor miniszter lemondását jelentette be szerda este a lengyel miniszterelnök. Ma az egészségügyi, a sport és a gazdasági miniszter benyújtotta a lemondását. Ezen kívül lemondott három helyettes miniszter, valamint a miniszterelnök egyik fő tanácsadója is. Jelentette be a távozásokat a kormányfő. Kupac úgy fogalmazott, a távozásukat bejelentő politikusok felelősségteljes döntést hoztak, amikor a lehallgatási botrány kapcsán az állam érdekeit saját, személyes érdekeik elé helyezték. Az elmúlt napokban a közvéleményt az illegális lehallgatások ügye foglalkoztatta, ami negatív hatással volt az állam működésére. Abban egyetérthetünk, hogy az elmúlt egy év nyomozati munkájának egyetlen kézzel fogható eredménye volt az, hogy a hét elején hatalmas mennyiségű nyomozati anyag szivárgott ki. Ez aláásta a nép bizalmát a közintézményekben, főként az ügyészség munkájában. Kritizálta az ügyész munkáját a miniszterelnök. Az új tisztségviselők nevének bejelentését a jövő hétre várják az országban. A lehallgatási botrány tavaly nyáron pattant ki. Vezető politikusok magánbeszélgetéseit rögzítették és tették közzé. A felvételeken a kormány tagjai trágár hangnemben beszélnek Lengyelország és az Egyesült Államok kapcsolatáról, de előkerült Orbán Viktor magyar kormányfő és a MOL horvátországi térnyerése is.